Újabb fogolycserére került sor a függetlenség napján Ukrajna és Oroszország között, amelynek során 115 ukrán honvéd térhetett haza az orosz hadifogságból. Számolt be az Erbeka Ukrajna hírportál, Volodymyr Zelenszky elnök telegram bejegyzésére hivatkozva. Az államfő elmondta, hogy a Nemzeti Gárda, a hadsereg, a haditengerészet és az állami határőrszolgálat katonái szabadultak. A cserét az Egyesült Arab Emirátusok közvetítésével hajtották végre. A hadifoglyokkal való bánásmódért felelős koordinációs parancsnokság arról számolt be, hogy az 55. fogolycsere során kimentett személyek mindegyike sorkatona volt beleértve azokat is, akiket a 2022-es teljes körű orosz invázió első hónapjaiban fogtak el. Kilenc illegálisan elítélt honvéd, három határőr, Mariupol 82 védője és egy kárpátaljai matróz szabadult a fogságból. A háború kezdete Ota összesen 3520 ukrán állampolgár szabadult ki orosz fogságból.